Problémás kábítószer használó, kis és fiatalkorúak felügyelete volt a most elítélt férfi dolga. Hónapokon át bántalmazta őket. Volt olyan áldozat, akit rendszeresen ütött és vágott. Külön szavakat használt ezekre a tettekre, legtöbbször beavatásként hivatkozott rájuk. Behívtott a szobájában, a sértett balvágyát nagyobb erővel megrúgta, aztán pedig úgynevezett melkorost adott neki, azaz mindkét kételőkörrel melkasával ütötte kis a vágyott még további három alkalommal ütötte meg mellkasán a sértettet a mellporosnak nevezett módon, illetőleg több, legalább négy alkalommal, viszonylag nagyobb erőkifejtéssel ököllel az állán ütötte meg a sértettet. Végül összesen 10 fiatal tett feljelentést az erőszakos nevelő ellen. Az ügyész szerint a férfi nem csak megszegte a munkaköri leírását, de a rábízott fiatalok testi és lelki fejlődését is súlyosan veszélyeztette. A sértett első feszültségét is növelte, szorongásait mélyítette, és mindezek állapotának rosszabbodásához vezettek. A vádlott az ügy kirobbanása óta ugyanabban a gyermekotthonban dolgozik, ahol a bántalmazásokat elkövette, amiket most ő maga is beismert, semmit sem tagadott a bíróság előtt. Az ügyész azt kérte a bírótól, hogy a bántalmazó férfit közel 2 év börtönre ítélje, amit függesszen fel 4,5 évre. Ennél végül enyhébb ítélet született. A vádlott bűnös 10 emberi kiskorú veszélyeztetésének büntetében ezért a bíróság halmozati büntetésül 1 év 6 hónap szabadságvesztésre ítéli. A bírósági szabadságvesztés végrehajtását 3 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztik. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata börtön. A vádlottat viszont az ügyész kérésével ellenben nem tiltották el attól, hogy gyerekekkel dolgozzon a jövőben. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert az ügyész és a férfi is 3 nap gondolkodási időt kértek.